Képzeljétek el magatokat valahova a természetbe, a kedvenc helyetekre, egyedül. Hogyha ez megvan, akkor nézzetek körül, és ha vannak ott fák, növények, akkor tüntessétek el azokat. Nem kellenek. Ha vannak ott tárgyak, legyenek azok építettek, vagy természetes jellegűek, azokra sincs szükség. Még lehetnek a távolban hegyek, dombok, kukába velük, azok se kellenek. És ha most körülnéztek, akkor csak a horizontot látjátok. Megvan? Most jön az izgi része. Tüntessétek el a lábatok alól a szilárd talajt is. Legyen helyette víz. Sós, jatatlan tengervíz. Nálatoknál kétszer-háromszor nagyobb hullámokkal. Itt vagytok velem összezárva egy 1 méter széles kajakban. Az egyetlen menedéketek egy kutyaol méretű kabin. És mégis egyedül vagytok, mert hogyha beszélgetni támadnak kedvetek, én evezek, te alszol. Ha te evezel, én alszok, nincs kivel szót váltani. Ha mégis mondanál valamit, üvölteni kell, mert a szél elviszi a hangotokat, és nincs miről visszaverődjön. Ez a világ legmagányosabb helye. Az ősi mítoszok úgy kezdik a világ teremtését, hogy elválasztják a fentet a lenttől, tehát az eget a vizektől. Talán ezért itt vagyunk mi ebben az ősi képben, egy lépésre a valódi semmitől. És ezért is általán olyan közel a szabadsághoz ez az érzés, viszont idővel az elme börtönévé kezd válni. Ha valaki 84 napot tölt el ilyen környezetben, akkor az garantáltan kihat a személyiségére és a gondolkodására. Emlékszem, amikor Norbival kitaláltunk egy teljesen hétköznapi gondolatot, hogy evezzük át az Atlanti-óceánt egy kajakkal, akkor még nem gondoltam, hogy ez komolyan hatással lesz majd a személyiségemre. Eleinte egy kalandvágyó fiúgyermek rakoncátlankodott bennem. Gyakorlatilag gyerekkori hősei mind űrhajósok és Robinson Crusoe történeteiből bújtak elő, és én is úgy voltam vele, hogy igen, csinálni akarok valami nagyot, valami kalandosat, izgalmasat. És 2011-ben ez egy lelkes és erős kezdés, ez elég is volt. Akkor nagyon gyorsan a számítógépem előtt találtam magam a kollégium szobámban, hogy költségvetéseket tervezgetek, embereket hívogatok, amit aztán 2 évnyi komoly felkészülés és szervezkedés követett. Ezt mind a maga nemében nagyon is élveztem, de pénzügyileg sose voltak teljesen rendben a dolgok, eszközök pedig nem hiányozhattak az expedícióból, úgyhogy tesztutakon kezdtünk el spórolni. Végül minden eszközünk összegyűlt, úgyhogy be tudtuk pakolni a hajóba mindezt, a hajót vontatóra tudtuk tenni, a családot a kocsiba, és 2013-ban elindítottuk ezt a vándorcirkusz Spanyolország felé. Ott akkor kétszer nekifutottunk a nyílt óceánnak. A víztisztító berendezésünk, mivel a vizet az óceánból nyertük, az kétszer is meghibásodott, és ezt a nyílt vizen nem tudtuk megjavítani. Akkor a part felé kellett venni az irányt, és a második ilyen alkalomnál olyan erős szembeszelet kaptunk, hogy egyszerűen nem tudtunk partot érni. Akkor segítséget kértünk, egy vontatást, amire a gatyánk is ráment, és utána ott ültünk Portugália partjainál lógó orral, kifordított zsebekkel, kivontatott hajóval, még a tőkesúlyt is le kellett róla fűrészelni, és kifutottunk az időből, mert jött a tél. Ott tudtam, hogy itt véget ért a történet. Gyakorlatilag kudarc. 2 napot töltöttünk összesen a nyílt vizen, de legalább tudtam, hogy megtapasztalhattam valamit. Azt a végtelen kiszolgáltatottságot, ami ott várt rám. És itt most a 3-szor aláhúzott nagybetűs kiszolgáltatottságról beszélek, az ősi semmi kellős közepén. Ez a tapasztalás előtt úgy voltam vele, hogy az óceán átevezés az hasonló lehet az autós közlekedés és a repülőgépes közlekedés esetéhez. Melyik a veszélyesebb? Az autós közlekedés, ugye? Mindenki tudja. Mégis melyiktől fél több ember? A repülőgéptől, a repüléstől. Szüleimet is ugyanezzel a hasonlattal nyugtatgattam, hogy anyu, biciklizni engedsz Budapesten. Ez veszélyes. Most meg egy olyan helyre készülök, ahol egyik szervem sem gyorsul 10 km/h fölé.
A fejemet se tudom betörni a hullámokon. Persze, ha baj van, nagy baj van, mert nincs segítség, de ha itthon szívinfarktust kapok, akkor sajnos mekkora az esélye annak, hogy ténylegesen ott lesz mellettem akkor a segítség. Úgy voltam vele, hogyha betartok minden biztonsági előírást, abból baj nem lehet. De teljesen más dolog mindezt tudni, majd később megtapasztalni, hogy ki vagy téve az időjárás és a természet mindenféle kényének, kedvének. Az indulás után persze felmerült az is, hogy feladjuk-e, de nem tettük. Tudtam, hogy nem bírnék feldolgozni egy ilyen kudarcot, úgyhogy elkezdtünk kis lépéseket kitűzni magunk elé, és elsőre fogtunk egy vászonkajakot, egy NDK-s öreg vászonkajakot, megpakoltuk 80 kilónyi felszereléssel, élelmiszerrel, Dunára tettük, és elindultunk vele Bécsnek. 9 nap alatt megjártuk oda-vissza, és sikerélményre tehettünk szert, kipróbálhattuk az óceáni élelmiszereinket, kipróbálhattuk azt, hogy hogyan dolgozunk együtt, és hogyan tudunk időt eltölteni. Ez mind együtt nekem egy olyan tapasztalat volt, ahol az óceánnal szemben felállított démonaimat leküzdhettem, és azt mondtam, az óceán átrezés kontra a démonok csatában most már egy-egy az állás, és kiegyenlítettem. Majd átveztük az Adria-tengert. Oda-vissza, 2-szer. Kipróbálhattuk az expedíciós felszerelésünket élesbe. Kipróbálhattuk a hajónkat, és a küldetés Achillesinát is, a víztisztító berendezést. Mivel sikeresen zárult ez a küldetés is, úgy voltam vele, hogy az óceán és a démonaim között dúló csata itt most már 2-1-re áll, és átvettem a vezetést. 2013 után, 2015-ben újra eljött a pillanat, hogy Spanyolország felé vehetjük az irányt. Újra bepakoltuk a felszerelést a hajóba, a hajót újra vontatóba tettük, a kis családot ezúttal itthon hagytuk. Nem volt a parton könnyes búcsú, meg integetés. Ezeket az érzelmeket itthon letudtuk, és ott kint, Mazagónban, a pici spanyol településen már csak az útra kellett koncentrálni. Arra, ami kint vár ránk, és nem arra, amit itthon hagyunk. A Kanári-szigetekig tartó Spanyolország, Kanári-szigetek szakaszra is úgy tekintettem, mint egy újabb tesztútra. Ott volt mellettünk végig Marokkó partja, ami egy magabiztos érzéssel töltött el, hogy a helikopteres mentés még lehetséges. És a Kanári-szigetek is gyakorlatilag egy 20 napos, 3 hetes távolságra van tőlünk, ez működhet. Mégis ez volt életem addigi legnagyobb próbatétele. Többször az út közben azon filozofáltam, hogy ha egyszer megérkezünk a Kanári-szigetekre, én az első repülőgéppel hazamegyek. Gondolkodtam, hogy bele kéne tetoválni a karomba, hogy menj haza, ember. Végül 20 nappal később és 1200 kilométert megtéve megérkeztünk, és a sikerélmény felettette minden bosszúságomat. Tetoválás se volt a karomon, úgyhogy elkönyveltem démonok kontra óceán 3-1, és elkezdtem elhinni, hogy ezt a harcot akár meg is nyerhetem. Kinn a Kanári-szigeteken nagyszüleimtől kapott sorokat szorongattam a kezemben, és volt benne egy nagyon fontos mondat, hogy ne csak azt nézd, ami még előtted van, hanem azt is, ami már mögötted. Ez lett akkor az én mantrám. Hiába, mint mondtam, ez volt életem eddig legnagyobb próbatétele, ha most egy még nagyobbnak hátat fordítok, akkor nem arra fogok emlékezni, hogy mi az, amit tettem, csak arra, hogy mi az, amit nem tettem. És hogy közeledett a továbbindulás pillanata, éreztem, hogy szűkül körülöttem a világ, és újra úrrá lesz rajtam a rettegés, hogy közeledik a magány, és megint át kell adnom magamat a teljes kiszolgáltatottságnak. Még meghozhattam az utolsó valódi döntéseimet is, hogy beszállok a kajakba, hogy ellököm azt a parttól, hogy addig evezek, amíg mögöttem az utolsó sziget is eltűnik a láthatárról. Hogy evezek addig, amíg el nem érem az óceánnak azt a pontját, ahonnan már nem lehet visszafordulni. Ott kint olyan erős már az áramlat és a szelek, hogy emberi erővel leküzdeni azt nem lehet. Ott egyetlen egy út van, a túlpart, Amerika. Tudtam, hogy ha összeszorítom a fogamat, és minden egyes nap teszem a dolgomat,
betartom a biztonsági előírásokat, akkor 2 hónap alatt valahogy majd kikecmergek ebből a kalamajkából. És ez az a pont, ahol téged, vagy igazából az itt ülők közül bárkit beültetnék abba a kajakba, átevezni az Atlanti-óceánt. Ebbe biztos vagyok. Mert nincs más választásatok. Ott már nincs helye a töprengésnek, ott már csak tűrni kell, tűrni a magányt, tűrni azt a mentális börtönt és a kiszolgáltatottságot. Most már úgy gondolom, hogy az óceán átevezés kevésbé sportteljesítmény, mint inkább a türelem és az elfogadásról szól. Ahogy úton volt, bocsánat, ott kint lenni egy viszonylag ijesztő hely, hisz folyamatos éberség és figyelem, amire szükségünk van. A hajót mindig valakinek irányítania kell, egyenesbe tartani, mert ha oldalra fordul, a hullámok a vékony hajótestet beborogatják. De maximum 4 órán át tudsz evezni, mert a fájdalom és a sós víz kicsípja a fenekedet. Éppen ezért 4 órát tudsz pihenni is. Emlékszem egy esetre, amikor a vízben voltam, és a biztonsági kötelem elszakadt. Szerencsére meg tudtam fogni egy másikat is, de ha a hajótól elsodródsz 1-2 hullámhoznyi távolságra, akkor már senki sincsen, aki ott segítene. Nem fognak rád találni többet. Úgyhogy ott rendkívüli figyelemre és folyamatos éberségre van szükség, és ezt a stresszt egyedül hidegvérrel és maximális önmagatokba vetett hittel lehet végigcsinálni ilyen hosszú távon. Ezek a körülmények között eveztünk már, és körülbelül fél út fele jártunk, amikor közeledett a karácsony. Életem legmelegebb és legfurább karácsonya volt, és én nem szoktam szeretni a karácsonyi készülődést, de akkor azért hiányzott. Úgyhogy elkezdtük a kabin belülről feldíszíteni zöld, gicses boákkal, az egymásnak rejtegetett ajándékokat betettük a karácsonyfánk alá, ami a víztisztító berendezés volt feldíszítve. És én elkezdtem verset írni. Az volt a tervem, hogy verset írok azoknak, akiket szeretek, és ott nagyon hiányoztak nekem, és hogy majd SMS-be mindenkinek elküldök egy-egy versszakot, és ha otthon ők összerakják ezeket a versszakokat, akkor egy történet kerekedik ki belőle. Egy történet arról, ami ott engem körülvesz. Egy történet természetről, amivel mi már nem vagyunk kapcsolatban, amiről hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Egy történet az égboltról, ami felé már nem fordítjuk a tekintetünket. És hogy dolgoztam ezen a versen, úgy kezdtem rájönni, hogy ez a vers inkább róluk szól, azokról, akiket szeretek, arról, hogy mindenben őt látom, őket látom, ami körülöttem van. A kishúgomat a csillagokban, vagy hát a csillagokról a kishúgom jutott eszembe, akiben csak gyönyörködni lehet. Vagy ahogy éjszaka felkel a hold és fényt hoz az éjszakába, ő volt édesanyám, ahogy együtt a hullámokkal mozogva ringatott, vagy a hajó, ami stabilan, merev, makacs hajlíthatatlansággal küzd az elemekkel. Ő volt édesapám, akivel biztonságban utaztam. És általában a műszak végén, amikor már fáradtam, már alig bírtam tartani a lapátot a kezemben, akkor mindig volt egy társ, aki leváltott, aki az elejétől fogva ott volt velem, és mindig számíthatok rá. Ő volt a fiú testvérem, Bence. És ahogy pirkad, jön a reggel, úgy kell fel a nap, hoz fényt és meleget, és színekkel festi be a világot. A nap volt a szerelem, amit 84 napon keresztül nyugat felé követtünk. És ami nélkül semmi sem működik. Az idő nélkül nincs mozgás, ők voltak a nagyszülők, nélkülük nincsen semmi. Végül ez a vers nem íródott meg, mert akárhányszor dolgoztam rajta, mindig elérzékenyültem, de
mai napig élénken él bennem. És emlékszem, volt ott egy este, amikor nem fújt a szél, és ezért a víz is viszonylag csendes volt, hullámok nem nagyon fodrozták, felhők se voltak az égen, a hold se világított, úgyhogy lehetett látni az összes csillagot, a tejutat. Ahogy a hajó a sima vizen haladt és fodrozta annak a felszínét, még a lapáttal is felkavartam egy picit, világító planktonok jelentek meg körülöttem mindenhol zöldes fényükkel, és úgy éreztem, hogy felettem csillagok, alattam csillagok, hát én az világűrbe vagyok. Űrhajós lehettem. És arra gondoltam a világegyetemet nézve, hogy milyen hatalmas távolságok vannak itt, és milyen apró és jelentéktelen az, amelyikért én itt most küzdök. Milyen apró és mulandó az életem, ha ott elsüllyedek a óceán és az égitestek ezt észre se veszik. Akkor mi értelme ennek az egésznek? Miért vagyok itt? Miért sanyargatom magamat? És akkor megint azokra az emberekre gondoltam, akiket szeretek. Mert nem a munka, a hobbi, a bulizás járt a fejemben, hanem ők. Hogy ez az, amiért érdemes. Ez az, amit tovább lehet adni. És bármit is teszek, csak ezért érdemes, hogyha majd eljönnek a földre azok, akik most még nincsenek köztünk, de én már most szeretettel gondolok rájuk, addigra olyan ember lehessek, akire nekik szükségük van, vagy aki érdemes rájuk. Köszönöm.